Nekünk az a legfontosabb, hogy méltó módon tudtuk Magyarországot képviselni, és úgy tudtuk előadni a dalt, ahogy, ahogy mi elképzeltük. Beleadtunk apait, anyait, és a kommentek és ilyenek, és legjobban a rajongók, illetve a kompakt család van velünk, és az, ami legjobban esik, hogy még ők akartak minket nyugtatni, hogy ne legyünk elkeseredve. Nekünk, ahogy lejöttünk a színpadról, azt, hogy mi hanyadik helyezésünk el, onnantól kezdve nekünk nem volt beleszólásunk, mi mindent tényleg megtettünk, és ami egyébként ami cél volt, nem feltétlenül az, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon retteltesen jó eredményt érjünk el, hanem az, hogy Európa felfigyeljen ránk, és ez meg is történt még az Eurovíziós Dalverseny előtt, amikor is 13 országgal aláírtunk, azóta még 5 országgal írtunk alá a szerződést. És azóta elkezdtek játszani Európa legnagyobb rádiója a dalt. Most már Európa összes országában nagyjából feltűnünk. Most az a cél, hogy legkésőbb ősz végére összehozzunk majd egy európai turnét. Reméljük, hogy össze fog jönni, most ezen vagyunk. Ez a nyár, ez fontos vízválasztó lesz, hiszen ugye elkezdtek játszani a rádiók a dalainkat, és minden ettől függ, hogy mennyire fog ez bejönni, de például ezt most tegnap kaptuk ezt a hírt, hogy a német összslágerlistán, ami ugye minden országból szerepelnek a dalok, ott rögtön a 100. helyen nyitott a dal, rögtön az első héten, ami nagyon nagy szó, úgyhogy most az van, hogy Magyarországra alakulunk szépen lassan. Magyarországra koncentrálunk, nyáron a fesztiválok az összes energiánk, összes időnk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz szeptemberben. Hoztuk a szintet, mert a magyar öltözőben volt mindig a legnagyobb buli, tehát konkrétan nálunk volt az élet, mert nem vettük annyira véresen komolyan, mint nagyon sok más zenekaron. Azért nem, mert mi zenekarként együtt vagyunk, és nekünk arra különösebbképp nem kellett készülni, hogy majd mi lesz a színpadon. És tényleg, tehát nálunk az öltözőben például volt benne külön a hangcút, a fellépések előtt, a próbák előtt nálunk buli volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy és azóta is írogatnak nekünk Facebookon, nagyon sokan a szívükbe zártak minket, és jól összebarátkoztunk, meg összebandáztunk. Úgyhogy. És a legfőbb célunk azért a döntőbe jutás volt. És azért sokan mondják azt, hogy persze hátulról lett harmadik a zenekar, mert azért egy kis zárójelet oda tennék, hogy nem, mert döntőbe jutottunk, tehát 42 országból lettünk a 24-ek, tehát abszolút elégedettek vagyunk az eredménnyel. És tényleg azt gondolom, hogy azáltal, hogy elkezdtek játszani a dalainkat nagy rádiók Európa szerte, illetve a lemezünk meg fog jelenni, ezáltal, ami a célunk volt, Magyarországra fogjuk irányítani a figyelmet, és én nagyon bízom benne, és reménykedem abban, hogy jövőre a mi példánkon felbuzdulva nagyon sok olyan zenekar be fogja adni a pályázatát erre a versenyre, akik egyébként nem tennék meg ezt, mert tényleg csak azt mondom, hogy ez egy óriási élmény, egy nagyon profi csapattal dolgozik kint az ember, nagyon sok tapasztalatot tud gyűjteni, úgyhogy hajrá mindenkinek, aki jövőre jelentkezni fog a versenyre, ezt ki kell próbálni.